A Viva Natura televízió nézői azzal segíthetik működésünket, ha a Viva Natura webáruházból vásárolnak egészségük fenntartásához. www.vivanatura.hu, ahol az egészségpolcairól válogathat. Nagyon szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, VNTV-t vagy Viva Natura televíziót láttok, ezen belül is az ezoterefere társadalmunkat. Nagy Szilvivel beszélgetek. Üdvözöllek. Szia. Stok. És igazából a saját korlátainkról szeretnénk beszélgetni, hogy milyen módon tudja a Theta Healinget bekorlátozni az, hogyha valaki önmagával sem őszinte, illetve bekényszeríti magát egy olyan stabil szerepbe, amiből aztán a Jóisten nem tudja kibillenteni, és tulajdonképpen azért megy el Theta Healingre, mert szeretne változást az életében, de amikor föltesznek neki egy kérdést, akkor még önmagával szemben sem mer elég őszintének lenni. Mennyire korlátozza be ez a Theta Healingnek a hatékonyságát az ő kapcsán, a korlátai kapcsán? Hogyan lehet ezt oldani? Milyen segítséget lehet nyújtani ezeknek az embereknek, akik bekorlátozzák magukat a végtelenségig? És mik ezek a korlátok? Azért fogalmazzuk meg, hogy mikre gondolom. Jó, nagyon jó kérdések. Nagyon szeretem a kérdéseidet. Azt szoktam mondani, hogy három dologra van szüksége ahhoz, hogy valaki tétázzon. Kell hozzá az első, amit nagyon sokan félreértenek, és én is félreértettem, egészen más a teremtőleg masabb nézőpontja szerint a felelősségvállalás, mint amit mi gondolunk róla általában. Tehát kell hozzá felelősségvállalás, kell hozzá hajlandóság, és kell egyfajta hit, akár az önmagamba vetett hit, akár hit a nagy rendező elvben, mindegy, hogy hívjuk, de kell egy hit arra, hogy képes vagyok változtatni, és az meg is történik. Tehát felelősségvállalás, hajlandóság és a hit a változásra. És persze, hogy megengedni, hogy ez megtörténjen. És hát igen, az önmagunknak való, hát mondjuk úgy, hogy mit mesélünk magunknak, nem akartam azt mondani, hogy hazugságok, hanem mit mesélek, milyen sztorit mesélek magamnak. Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert például, hogyha mondjuk veszek egy alap Theta Healing tanfolyamot, és tanítjuk az ásást, ugye egy alap tanfolyam második, harmadik napján már ásni kell magunkon, illetve másokon, és gyakorlatilag magamat is beleértve, az elején az ember összekerül egy csomó vadidegennel, és egyáltalán nem szeretné nagyon sokszor, tehát vannak kivételek, de általában a nagy többsége nem szeretné kiteregetni a magánéletét, illetve pláne nem azokat a traumákat, amit ugye az a mélyen fekvő titkok, amikben maga se szeretne belenézni. És nem is tud róla sokszor az a másik. Így van, nem is tud róla. Ugyanakkor meg, amit gondolunk problémának, az általában nem a probléma maga. Tehát itt van már eleve egy ilyen szituáció. Paradoxon. Így van, hogy ott állok, és azt hiszem, hogy van egy probléma az életemben, a gyökere az teljesen más. Na és nem elég, hogy őszintének kell magamra lenni, és felelősséget kell vállalnom arra, hogy most belenézzek a legmélyebb cuccaimba, hanem ezt még... Nem biztos, hogy látom el a mesém tükrében, nem is látom azt a mélységet, amiről beszélsz. Bétában. De tétában egészen más a helyzet. Tehát bétában igen, mi dumcsizunk, de a Theta Healing ugye nem a dumcsizásról szól, hanem abban, hogy bekapcsolódok a végtelen térbe, és abban a térben lehetővé válik az, hogy azokat az elrejtett, tudat alatti blokkok van megmutatkozó olyan gyökértraumáimat észrevegyem, lecseréljem, amit egyébként bétában, a hétköznapi életben, beszélgetésben, még alfában sem veszem észre. Ha én magamon dolgozom, akkor megkérek valakit, ugye, valami olyan embert, aki, vagyis valaki olyan embert, aki a számomra megfelelő, úgyis egyébként az a kerülök össze, akivel összerezünk, arra, hogy nézzen rá, mert nagyon sokszor traumatikus belenézni abba, hogy mik vannak bennünk. Az, hogy mit hazudok magamnak, ez egy kemény szavak, ugyanakkor, ha azt veszed, hogy mondjuk 88-95%-ban tudatalatt irányítja az életünket, és a maradék pár százalék tudatos tudatunk, akkor gyakorlatilag fogalmunk nincs arra, hogy mit gondolunk, meg mit hiszünk. Ez illetve. Jó kérdés. Honnan Várj, tudom, hogy én most hazudok-e magamnak? Hát ezt... Amikor például magam dolgozok magamon. Úgyhogy nem haladsz sehova.
úgyhogy ugyanazt a mókuskereket csinálod. De mondom, hogy ez a hazugság, ez egy ilyen relatív hazugság. Relatív dolog, mert inkább úgy mondanám, hogy vannak különböző szempontok, és melyik szempontból nézem, mert a legmagasabb szemszög szerint egészen más a leányzó fekvése, ha szabad így mondani, mint az a valóság, amit én érzékelek. Ezért mondtam a felelősségvállalás, mert nagyon sokszor ahhoz elszámoltatás, elszámoltathatóság, félelmek, fenyegetettségérzés tartozik. A felelősségvállalás nem erről szól, de nagyon sokszor összekerüljük, és azt előbb azt akartam mondani, hogy nem elég, hogy összekeverjük az érzéseket, de nem is vagyunk tisztában nagyon sokszor az, hogy milyen érzelmeink vannak, és beszélünk, dolgozunk, és mondjuk ki a gondolatainkat, mondjuk ki a tudatalatti mintáinkat, de a gondolatok és az érzések különböző dolgok, különböző energia. És nekünk ugye a tétában az érzés minták kellenek, feltárjuk az elsőt, a gyökér problémát, és azt cseréljük. És az, hogy milyen mesét mesélek magamnak, vagyis hol vagyok őszinte, hol nem, hát ott tartottam, hogy egy alaptanfolyamon az ember vadidegenek között egyáltalán nem akarja a mélyen fekvő traumáit elmesélni, kivéve az, aki egyébként is meséli állandóan. Tehát nem rossz, nem jó, hanem van ilyen ember is, van olyan ember is. De van az átszázó mesélő, aki mindig mesél, csak az, hogy az igazi lényegét ne lásd meg. Igen, igen, ugyanazt a sztorit előadja a 76. ásáskor, nem haladsz vele sehova. Vagy ha magamnak csinálom ezt, akkor szintén úgy néz ki a dolog, hogy addig nem változtatható meg valami, amíg az nem válik biztonságosra. Tehát amikor azt mondod, hogy hogy is fogalmaztál, várjál, csak nem is tudom, hogy fogalmaztál, de a lényeg az, hogy amikor van egy problémám, és néha nem veszem észre. Hát igen, először észre kell venni, hogy van probléma, mert oda én azt mondom, hogy figyelj István, neked van egy problémád, és az már pedig ez, nekem is mondták, hogy Szilvia, te félsz. És azt gondoltam, biztos, például a pókoktól. Egyébként hozzáteszem, hogy amennyire 3 évvel ezelőtt féltem a pókoktól, ma már egyik nap észrevettem otthon, hogy itt egy pók, és kiraktam a teraszra, és utána így megveregettem a saját vállamat, hogy de jó, 3 évvel ezelőtt még sikító frász, de frankon sikítoztam, hogy egy pók, egy ekkora, most meg fogtam és kivittem. Hogy állom? Nem tudom, egereket nem szoktam látni. De most, hogy belegondolok, nem okozna akkor a traumát, amikorát még 10 évvel ezelőtt okozott volna, de gereken nem dolgoztam. De összességében a stressz faktorom sokkal kevesebb, mint volt olyan félelmeim. Tehát azt boncolgatjuk, hogy valaki gyönyörűen be van bástyázva a saját kis életébe, próbáljunk fölvetni egy sztorit, jó, és akkor jó. Azon keresztül van egy szép nő, a Jóisten megáldotta őt szép hajjal, szép nagy keblekkel, és ő úgy érzi, hogy ha ő még nőiesen is járna a világban, úristen, akkor még mi történne? Ugye folyamatosan kapja a külvilágtól visszajelzéseket, hogy szép vagy, csodálatos, hogy ez vagy azon, és ezt ő nem úgy értékeli, hogy ez neki jó, mert hogy a nőiességét igazolják vissza, hanem valamilyen módon atrocitásnak érzékeli. És gyakorlatilag ott van a meséje, úristen, ha én még nőiesen is viselkednék, akkor mi lenne itt a világgal? Tehát nézzünk egy ilyen hitrendszert, na most ez maximálisan ragaszkodik, nem hajlandó rendes női ruhákat fölvenni, nadrágba jár, eltakarja magát, nagy ilyen mindenféle páncélokba jár, és a nőiességét, annak ellenére, hogy átüt rajta, mert ugye Isten azért adta neki, de mégis átszázza. Azt gondolom, hogy ez sok nőt érint egyébként. És, nem értem, mi mondtam. Ugye? Hát, mi is a kérdés? Ásunk ezen? Vagy nem az a lényeg, hogy ez egy olyan fajta bebetonozott hitrendszer, hogyha ő elkezdeni risza-risza, és elkezdeni magát nőnek megmutatni, akkor a saját hitrendszerébe omlana össze, tehát ő el se hiszi, hogy neki egy ilyen nője szerembe például ő lazán feloldódik egy táncba, vagy bármi, mert akkor az ő meséjében akkor ő megerőszakolná azt, hogy ő neki nem szabad nőjesen viselkedni, mert akkor a kihívó magatartása miatt mindig férfiak találják meg, és ajánlatokat tesznek neki. Igen, és mivel ezt hiszi, folyamatosan ezt is tapasztalja. Így van, és ehhez ő nagyon keményen ragaszkodik. És ha ragaszkodik hozzá, igen, gondolkozom rajta, vagyis nem gondolkozom, hanem az a meglátásom innen nézve, hogy tehát addig, amíg nem hajlandó valaki belenézni abba, hogy miért teremti azt a valóságot, tehát tényleg mondjuk én azt mondom neked, hogy figyelj István, a férfiak nagy része mondjuk arrogáns velem, és mondjuk nem molesztál, mi egy gyengébb jó, molesztál, szó, jó, molesztálás. Oké, állandóan beszólogatnak, fütyögnek, és hogy lehetnek ilyenek a férfiak. Tehát valahol volt egy élményem, egy első, amit én még ugye nem látok, mert hogy éppen még nem néztem bele, nem is vagyok hajlandó, mert azt mondom, már pedig a férfiak ilyenek, jó legyen ez, hogy aki azt mondtad, bebetonozott hitrendszer, tehát már pedig a férfiak molesztálják a nőket. Molesztálják a nőket.
és ez a sziklaszilárd meggyőződésem, és te jössz a Theta Healinggel, hogy ez megváltoztatható, és én azt mondom, hogy figyelj, nem, mert ez a férfiak hibája, tehát mutogatok a férfiakra, ugye három újra visszamutogatok, nem győzöm hangsúlyozni, tehát addig, amíg én a férfiakra mutogatok, és nem vagyok hajlandó belenézni, addig nem tudsz velem semmit csinálni. Ha azt mondom, figyelj István, tétázzál már meg, légy szíves, nem tudom, mit kell csinálni, meg örülök a férfiaktól, mert állandóan molesztálnak, és te azt mondod, hogy hajlandó vagy belenézni, és én azt mondom, hogy hát nem, a férfiak hibája, akkor ha megérteted velem azt, hogy belőlem indul ki mindennek, ugye én vagyok itt az alfája és omegája, akkor azt mondom, oké, hajlandó vagyok rá, akkor nézzük meg, hogy érint ez engem. De ez csak akkor történhet meg, mármint a hitrendszer csere, ha én hajlandó vagyok és engedélyt adok rá. Tehát te itt nem tudsz velem variálni akkor, hogyha én nem vagyok hajlandó belenézni. De ha azt mondom, hogy igen, a férfiakat hibáztatom, de nézzük meg, hogy mikor volt az az esemény először, amikor ez volt, és én azt mondom, hogy 13 évesen a vonaton a kiskatonák, mit tudom én, taperoltak és fütyögtek előtte, és ez bennem olyan mély nyomot hagyott, hogy egy örök, nem tudom, úgy érzeztem, hogy örök időkre megutálom a férfiakat. Mondok, milyen vett neked. Kislány vagyok, és benézek egy szobába, ott van anya, apa, és a apa egy másik néni taperol, és egyszerűen nem bírom földolgozni. És innentől fogva... Hú, ez viszont, hogyha... Tehát bétában nem biztos, hogy megengedem magamnak erre a rálátást, de viszont ha van egy életedben, mondjuk most éppen nem kislány vagy, hanem mondjuk 35 éves elválás szélén három gyerekes családanya, és meg akarod menteni a házasságodat, és hajlandó vagy belenézni, és ásunk, és oda lukadunk ki, hogy hú, látom apukát kislányként, ahogy taperol egy nénit, és ez akkora sok, hogy szinte nem is bírom kimondani, akkor ugye te, mint konzuláns, vagy nem, most te vagy a kislány, mármint a nő. Tehát én, mint konzuláns, ugye azt csinálom, hogy tartom a teret neked. Emlékszel, egyszer már erről beszéltünk, igen, szerintem egy adásban, hogy az azt jelenti, hogy fenn vagyok a fehér fényben, hogy megengedett, hogy ugye rád kapcsolódjak, és elindul a feltétel nélkül szeretette energiája. Az azt jelenti, hogy én, mint konzuláns, idézőjelbe tartom a teret, tehát te olyan szeretetteljes tétatérben vagy, ami megengedi neked azt a rálátást arra a gyerekkori traumára, hogy ez előjöjjön kép, érzés, vagy gondolat, vagy valamilyen olyan emlékformájában, ahol hangsúlyozom, hogy neked nem kell zokogni, sírni, kiborulni, tönkre menni bele, hanem egyszer megjön az érzés, bejön a kép, hogy fú, ott van apám, taperol egy nőt, és mielőtt belemennél a drámába, és zokognál, sírnál, üvöltve, elmenekülnél, helyette azonnal feltételnek, hogy szeretet, tudjuk milyen érzés mondjuk letölteni ott a kislánynak, hogy biztonságban van, és ahogy érinti, azt elengedjük, letöltjük, amire szüksége van a kislánynak, hogy jól érezze magát, és hát szétkapcsolni a traumától. Tehát itt a Theta Healingben a legkisebb, legkevesebb tapasztalatom van sírás-rívással, ami nem rossz, nem jó, mert mindenki sírhat, aki csak akar, csak nem egy megsíratós technika az én nézőpontomban. Nagyon kevesen sírnak, és de mondom, szabad sírni. Tehát nincs olyan, nem szabad. De a lényeg az, hogy nem megyünk bele a drámába, hanem kapsz egy rálátást akkor, amikor már biztonságos lesz. És a feltétel nélkül szeretett erre az annyira erőteljes szeretet energia, hogy ott teljesen biztonságossá válik. De előfordul olyan, és velem is előfordult, hogy olyat izom teszteltem, hogy egyszerűen nem bírtam kimondani a számom, mert nem tudtam elképzelni, hogy komolyan ilyen gondolatom lehet, vagy létezik, hogy nekem ilyen érzésem van. Hát én ezt nem is akarom hallani se. Pont erről beszéltünk, ez a műsornak a lényege, hogy amikor annyira beágyazódott ez a az életedbe, ez az egész sztori, és elépített fel az egész életedet, a habitusodat, az erkölcsödet, a társkapcsolatodat, a párkapcsolatodat, a társadalmi kapcsolataidat, hogy ezt te egy ilyen beszélgetés kapcsán, hát ez lehetetlen, hogy én az összes, amiből élek, amivel kapaszkodom, azt én eldobjam egy tétel a feltárás, és azt mondtad, hogy akkor megengedem, hogy te átmossál engem a fehér fényel, az ellenállásaimat, a szűrőimet, azt ezzel még nem tudtad oldani, azon mindenkinek saját magának kell dolgozni, nem? Igen, de nem azt engeded meg, hogy én átmossalak, hanem én tanulja vagyok annak, hogy a teremtő energia, vagy akárhogy nevezzük, feltétlenül ki szeretet áramlik rajtad. Tehát látlak téged szeretetben gyakorlatilag. Tanulja vagyok. Tehát én nem csinálok semmit. Én tanúsítom, én vagyok a megfigyelő. Nekem nagyon tetszik az, hogy a benned élő megfigyelő, hogyha valakinek Istennel, vagy a teremtővel problémája van, vagy a nem tudom én, vonzás törvényével, vagy univerzummal, akkor benned élő megfigyelő az, aki megfigyeli azt, hogy tehát mindenkinek jogában áll saját magát, vagy a másikat szeretetben látni, vagy a kutyáját, vagy a növényét, nem? Tehát mindenkinek áll jogában. Engem áll. Azt látod, hogy én teljes szeretetben úszom itt előtted. Tehát nem én érzem magamból, ravasz a kérdés, hanem te látod rajta
mondtam ezt, hogy én valóban akkor a szeretetben úszom-e, hogyha viszont a korlátozó hitrendszerem szerint csak egy ilyen pici spektrumát engedem ennek a feltétel nélküli szeretetben, mert nem merek megnyílni. Azért vagyok én ebben az esetben a konzulens, mert te éppen a traumádban vagy, akkor egy kis spektrumát érezheted a szeretetnek, de mivel én nem vonódok bele a te érzelmi drámádban éppen, vagy nem az érzelmi drámádban nem vonódok bele, akkor én bekapcsolódok a szeretetbe, ugye a szeretet energiába, és az én dolgom, mint konzulens, azt többször megbeszéltük azt, hogy félreálljak. Tehát itt nincs Szilvi a történetben. Tehát akkor egy konzultációban, ha én a véleményemet elkezdem hangoztatni, hogy te István, te komolyan hiszel ebben, az nem Theta Healing, hanem az a Szilvi véleménye. De egy konzultációban egy konzulens nem engedheti meg magának a saját véleményét. Bármilyen véleményt is alkosson, igaz? Nem alkosson. Igen, azt igaz, és nem engedheti meg magának. Egy jó konzulens nem engedheti meg magának. A Vajana azt mondja, hogy 80%-ban befolyásolja a konzulens a konzultáció végkimenetelét, mégpedig azzal, hogy nem dolgozik magán, nem takarítja ki a szűrőit, és belevonja a véleményét, de egy téta konzultációban nincs benne a magánvéleményünk. Tehát én hátralépek, bekapcsolódok a szeretetbe, és tanulja vagyok annak, hogy a feltétlenül szeretett energia ömlik le rád, ezáltal te egy biztonságos térben hozzáférsz saját magadhoz. Én pedig tanulja vagyok a változásnak azért, mert te éppen megkértél engem, engedélyt adtál, tehát én ezt tiszteletben tartva, nem bevonva a saját elképzeléseimet, tanúsítom, hogy te a szeretet terében megkapod a neked járó maximumot, hogyha így fogalmazok, mert mindenkinek a születési joga, hogy feltétlenül szeretetben most tartózkodjon. Kicsit a durva, jön a durva. Ja. Hogyha az a konzulens, aki még önmagát nem tudja ebben a feltétlenül szeretetben teljes spektrumában megfürdetni, akkor a vonzás törvény alapján ő mindig olyan pácienseket fog bevonzani, akik hasonló problémával görcsölnek, és Vajana szerint akkor 80%-ban nem is tudnak segíteni egymásnak, tehát egy ilyen ásás után, egy Theta Healing konzultáció után úgy fog elmenni, hogy talán még jobban felerősödnek azok a problémák, amit jött, mert följött neki, de a megoldást nem kapta meg, mert hogy magának a konzulensnek sem volt még megoldása. Valaki hogy olyan kérdéseket feltesz, hogy te gondolod, hogy ezt meg tudod magad oldani, mikor ezt senki nem tudja megoldani, mondta, akkor abban a pillanatban ez a saját korlátozó hitrendszere volt a konzulensé, de ezt megerősítette bennem, aki hiszek viszont az én konzulensemben, hogyha ő is azt gondolja, akkor ez a hitrendszer korlátozás, ez rám is érvényes, és abban a pillanatban mind a ketten megrekedtünk azon a szinten. Jól érzékelem ezt? Jól, erről tényleg napokat tudnék beszélni, de tényleg így van, igen, nagyon jól érzékeled. Tehát, ha én azt mondom neked, hogy te most komolyan azt gondolod, hogy ebben az időszakban, mit tudom én, képes vagy munkát találni, vagy te komolyan azt gondolod, hogy ezt a gyomorrákot, vagy akármit, a magas vérnyomást 10 perces munkával el lehet variálni, meg lehet variálni, és nem kell ez orvosi segítség. Ha én ezt kimerem mondani a számon, akkor még nem dolgoztam a hitrendszereimen. Ami nem rossz, nem jó, de csak lehetőségem van. De hogy ne konzulens lenni, már bocsánat, aki ezen a szinten. Tehát ezek nagy kérdések. Ezek nagy kérdések. Kiengedtük a szellemet a palacból, és ezt én köszönöm, hogy én ennek részese lehettem, hogy eljöttél Magyarországra, Theta Healinget elkezdted terjeszteni. Nagyon sokak már alapképzés után elkezdenek, és konzulens ként azért már próbálnak óriási dolgokat csinálni, csak nincsenek még kész. És én úgy gondolom, hogy akik nincsenek kész ebben a világban, azok többet ártanak, mint használnak, és én feltétlenül, hogyha elmegyek, ezért nem véletlen, hogy neked a telefon ilyen nappal csörög, nem tudunk beszélni 5 percet, mert mindenki a forráshoz szeretne eljutni, és akik már megérzik, hogy azért hiteltelenek is vannak ebben a világban, hogy idő múlva úgyis neked teszik fel a kérdéseket, tehát mert ha igazán tisztulni akarok, akkor nem mehetek én egy, van nekem egy mondásom erre, hogy csak gyógyult beteg gyógyítson engem, mert senki nem jön a világra úgy, hogy teljesen egészséges, de míg ő nincs teljesen kitisztítva valamilyen szinten, hogy van bátorsága, hogy ő tanfolyamokat szervezzen, és akár úgy konzulenskedjen, hogy neki még korlátozó hitrendszerei vannak a saját életében, amit nekem utána visszaerősít. Hát én a magam példától mondani, én végigcsináltam az összes konzulens képzést, és utána mentem a tanárira, tehát nekem eszembe nem jutott volna egy háromnapos alaptanár képzést végigcsinálni, egy háromnapos alap konzulens képzés után, és utána tanítani eszembe nem jutna. De ez én vagyok, ugye nekem nem volt olyan hátterem, hogy emberekkel foglalkozzak, mondjuk, mint kineziológus. Az elképzelhető, hogyha valaki évek óta már ilyen téma, vagy pszichológus, vagy bármilyen olyan munkakörben van, ami ehhez hasonló, hogy ő be tudja építeni a Theta Healingnek az elemeit, vagy el tud kezdeni tétázni, de én osztom Vajanáik véleményét nyilván a férjével, amit mondtak, azt, hogy egyrészt dolgozzunk magunkon, mielőtt
elkezdünk másokkal dolgozni, gyakoroljunk a csoporttársainkkal, gyakoroljunk idegeneken, gyakoroljunk a családtagjainkkal, gyakoroljunk azokkal, akikkel nem szívesen ülünk le, mert ott vannak a legnagyobb kincseink, mondjuk az a családtag, aki a legjobban irritál, ha hajlandó változtatni, és én meg kitok szállni a drámámba, és leülök vele dolgozni, akkor ott van a nagy nyereség. És gyakorolni, és a másik az, hogy magabiztosságot szerezni, tapasztalatot szerezni, és a saját hitrendszereinket kitisztítani, igen, egész más szó jutott eszembe, szóval kitisztítani, hogy tényleg képesek legyünk arra, hogy arra a kis időre, ahogy a Vajana mondja, amíg foglalkozok valakivel, becsatlakozzak a szeretetbe, és félreálljak saját magamtól, teljesen félre tudjak állni, és ott nincs másnak, tehát nincsen vélemény, magánvélemény. Na most a másik... A konzulens megszűnik, mint személy. Mint személy lenni, hanem teljes egészében a szolgálattá válik, igen, hogy aki segíteni akar, és akkor valóban akkor van csak a feltétel nélküli szeretet állapotában, amíg a saját szívei nincsenek kipucolva, addig mindig lesznek fénytörések, igaz? Igen. A szeretet fénytörése, amikor gondolkodunk a szeretetről, igaz? Igen, és nekünk meg kell ismernünk a saját árnyoldalainkat, és a szeretettel magunkhoz ölelni, és magunkba felemelni. Aha. És közben a szeretetté válni. Tehát mi vagyunk a szeretet, és azt a kérdést, ugye az a nagy kérdés a Theta Healingben, hogy hogy érint ez engem. Tehát olyan nincsen, hogy gyerekek, küldjetek szeretetet, volt egy ilyen baleset valahol, hogy egy kisfiú elgázoltak, és hogy küldjetek szeretetet, hogy a kisfiú életben maradjon, és én ezt nem Theta oldalról kommentáltam, hogy itt nem azt... Nem feltétel nélküli szeretetet nem arra küldünk, hogy a gyerek életben maradjon, hanem nem vagyunk Istennek, hogy igen, nem nekünk kell eldönteni, hanem a legjobb jó szerint az történjen, ami mindenki számára a legmegfelelőbb. Uh-huh. Ha a lélek távozni akar, ezen a halálkapun menjen, csak a teremtő vigye a fénybe a saját útján. És könnyítsük meg neki. Igen. Ha pedig az a célja, hogy itt maradjon, akkor a lehető legjobb történjen meg, a legjobb kezekbe kerüljön, stb. Tehát nekünk nem az a dolgunk, hogy eldöntsük, hogy valaki meghaljon, vagy életben maradjon, uh-huh, vagy segítsünk, vagy meg kell menteni a világot. Nekem is ki kellett takarítani trilliónyi hitrendszert arról, hogy mindenkinek tudni kell a Theta Healingről. El kellett, ugye az volt a fejemben, hogy fú, ezt meg kell ismertetni a magyarokkal, hogy ezt egyszer ott ültem Sydneyben, és rájöttem, hogy úristen, ezt mindenkinek ismernie kell, nekem haza kell hozni, és nekem muszáj volt kijönnöm az áldozat, a megmentő szerepől, a szegény magyaroknak nincs pénz, ugye én azt képviselem, nekem szemtől szembe Vajana megmondta, hogy Szilvi, ezt képviseled, ez ilyen információk, ennyibe kerül. És mindenkinek lehetősége van kérni, és tudod, egy csomó minden lehetőség van. Na, hogy mondjam, én ezt nem neked kell mondani. Én azt látom, hogy ha valamit szeretnék megtanulni, akkor menjek el a leghitelesebb emberhez, aki számomra, ugye ez megint a saját hitrendszerem, akiből a legtöbb fényt és tisztaságot látom, igaz? Hogyha nekem olyan problémám, hogy ezt úgyse tudom kifizetni, akkor dolgozzak azon a hitrendszeremen, A variáció, hogy mégis meg tudom teremteni ezt a pénzt, B, higgyem el arról a tiszta szeretett emberről, hogy van megoldás arra, hogyha nekem 20 forint van a zsebemben, akkor részletet megcsináltam, vagy ösztöndíjat kérek nála, de ne ez a micimackó ízéld meg a talicskádat című szindróma, hogy fúj, akkor én nem megyek hozzá, mert van másnál olcsóbban is. Most akkor már is betettem magamba a hitrendszerbe, hogy én az olcsóbbat érdemlem csak meg, igaz? Igen. És hogyha föl tudom magamhoz emelni, hogy ha tényleg Szilvi hozta el ezt, akkor tényleg nála tanulja meg, ő a legtisztább ebből a szem. Biztos vannak még nagyon sokan tiszták, félre ne értsenek ebbe a dologba, de ne korlátozzam be magamat a pénzzel. Ha vajon azt mondja, hogy ennyire kell árulnod, akkor neked korrektségből te ennyiért kell kiraknod a weblapodra, hogy ennyiért tartod, de mindenkinek odaírod, hogy gyere, beszéljük meg, van megoldás, mert nekem az a fontos, hogy te elvégezd a tétát. És akkor ez már nem megmentem a magyarokat, hanem egyfajta küldetést tudod. Igen, mert minden oktató megkapta azt a levelet egyébként a Vajanától, ahol azt mondja, hogy ennyibe kerülnek a tanfolyamok, uh-huh, és mindenkire, minden tanárnak, vagy instruktornak a saját életére van bízva, hogy mennyi ösztöndíjat, részletfizetést ad. Tehát ha 0 forintért akarok tanítani, 0 forintért tanítok, és az egész csoportnak adhatok ösztöndíjat, ha akarom. És egy időben azt kéri, hogy írjuk ki, hogy Európában 350 euró az ára, Magyarországon is, uh-huh, és 400 dollár plusz 150 dollár előleg, hogy a depozit előleg az egyébként az ára a dollár alapú országokban. Na most az, hogy például a japán képviselő azt mondta, hogy ha megnézed az összes japán honlapot, akkor gyakorlatilag mindenhol, bármelyik honlapra rámész, ugyanaz az áron kírva, senki nem tudja, hogy mennyit keres az illető az instruktor.
mindenkinek a zsebébe vagy a számlájára annyi pénz vándorol, amennyiért tartja a tanfolyamat, ezt senki nem tudja. De vajon annyit kér, hogy legyünk kedvesek dolgozni a saját hitrendszereinken, és ne árverseny miatt hozzuk be, hozzuk be a diákokat, tehát nem kell lasszóval fogni, vevőt szerezni, tehát ez nem, a teremtő a marketingesünk, úgy értem. Tehát azt mondja, amíg nincsenek kitakarítva ezek a hitrendszerek, addig igénybe vetünk ezt, meg azt, de ne az árverseny, a versengés és az egymás letiprása, meg az olcsó verziók legyenek azok, amik itt mutatnak irányt, hanem az, hogy legyen szíves mindenki kiírni, hogy ennyi az ára, és hogyha úgy érzem, egyébként azt mondja, hogy kérdezzük meg ugye ezt a végtelen intelligenciát, hogy kinek mi az, amit mondjuk ösztöndíjban tudunk juttatni, de ez ösztöndíj, ez nem jó szó, de egyébként az... Csak bocsánat, annyit mondta, hogy ne árusítsuk ki a tudást, mert valójában, hogyha megkérdezel rengeteg téta konzulást velem együtt, akkor akár 10 perces munka megváltoztat olyan szinten életeket, hogy nem csak tériszony, egészség, bőség, gazdagság dolog változik, hanem komplett életek, világok nyílnak ki, tehát és ez nem forintban vagy dollárban mérhető, tudod, és ez nagyon fontos, mert még egy dolog, hogy én oda mentem a tanárhoz, és azt mondtam, hogy már nem tudok több pénzt előteremteni, elfogyott a hitelkártyánkon a fedezet, és azt mondta Szilvia, menjél haza, tudatosan teremteni tanulunk. Mi van, hogyha nem használod a pénzhiányt kifogásként? Ugyanis minél többed van, annál többet tudsz adni. És a kérdés, hogyan érint ez engem, ugye ez az első kérdés, és szerintem az, aki azt mondja, hogy én nem vagyok hajlandó ezen dolgozni, az újra gondolhatja, de hát ki vagyok én, hogy ezt megmondjam. Igen. És hogy adottad meg, ha már ezt a példát? Úgy, mindjárt megmondom, csak én azt mondom, ha én lennék ilyen helyzetben, én újra gondolnám azt, hogy min akarok dolgozni, meg min nem, mert ez a pénz, ez egyébként önbecsülés és önértékelés és önszeretet kérdése. Most ha képzeld, hogy a pénz is egy energia, ugye tudod, nyilván, nem az, hogy képzeld el, hanem ha úgy látjuk a pénzt, mint energia. És a másik kérdés, hogy érint ez engem mellett a tétainkben, hogy milyen hozzájárulást tudok lenni a világhoz. Tehát minél többen van, annál többet tudok adni. És ez nem arról szól, hogy én önös érdekből így befogom a pénzt, és akkor én vagyok itt a, nem tudom én, a amit keresel, nem minden pénz a tiéd, ez nem, az alapján. És nem is pénzről beszélünk, igen, hanem most egy energia. És hogyan tudom áramoltatni úgy, hogy ki tudom, hogy minden hitrendszercsere, ami a pénzzel kapcsolatos, az hozzájárul ahhoz, hogy a szűkebb és a tágabb környezetemben a pénzzel kapcsolatos limitációk végre eltűnjenek, és nem azt kell mondani, hogy ezek a cetlik, ezek gonoszok, meg rosszak, és mindenkire mutogatni kell, akinek van pénze, vagy siránkozni annak, akinek nincs, hanem azt mondani, aha, akkor itt vannak ezek a hitrendszerek, és én úgy dolgoztam, hogy hazamentem, és fölírtam azt, hogy ha a pénzhiányt nem használom kifogásnak, mi történik. És az egy DNS 3 nevű tanfolyam volt, ami előtt ez történt, és az a lehetetlenről szól, és nekiálltam leírni a gondolataimat, aztán az érzéseimet, és azt képzeld el, hogy azon a héten nekem 3 olyan munkám lett, hogy döbbenetes volt, tehát el nem tudtam képzelni. Tehát én 8 dolláros órabérekhez voltam hozzászokva, aztán meg talán 22 dollár volt egy irodában az órabérem, és azon a héten én 1000 dollárt kerestem. Tehát döbbenetes, 3 munkahelyre visszahívtak, de én olyan, nem is tudom, hogy mondjam, ajánlatokat kaptam, babysitterként, logisztikai adatrögzítőként gyakorlatilag, meg még egy másik munkakörben, hogy egy hét alatt 1000 dollárral a kezemben ott álltam, és a következő hétfőn, tehát egy hétre rám, miután a Márk ezt mondta, így rám pirított gyakorlatilag, megfogtam, és leraktam készpénzbe az 1000 dollárt, és azt mondtam, hogy itt vagyok, és mondtam már ilyen kedvesen, Szilvia, ha itt kell lenni, akkor az univerzum összeáll és besegít. Nem akartam közbevágni, de ugye, ha mindenki mondjuk 500 dollárért mehet el a tételénk tanfolyam Magyarországon, körülbelül annyi ezer, nem tudom. Akkor nekem módom van arra, hogy a sok egyenlő lehetőség közül én megnézem, hogy engem ki az, elmegyek egy, mindenki tart ilyen nyitott kis szeánszokat, ahol megismertem az ember, el tudom dönteni, hogy a sok egyenlő közül ki az, akit én választok, mert abban a pillanatban bekorlátozom magam, hogy na, én a olcsóba megyek, mert azt még meg tudom fizetni, akkor abba a hitrendszerbe, abba a rezgésbe be is korlátozom magam, és nem teszem meg magamnak azt a lehetőséget, hogy a legjobbat választom. Most, hogy mi a legjobb, ezt most megint tegyük félre ezt a fogalmat, mert megint ez egy korlátozó. Igen, mindenki számára a saját mindenki más, de abban teljesen egyetértük, hogy ha valaki ezt az egész szellemiséget kitalálta, és van egy, az egy kérése,
hogy ezt tegyétek meg, akkor tiszteletlenség a, nem a mester szó, és ez megint nem hitrendszer legyen, magától a téta elve szemben, hogyha én nem tartom meg. És akkor az az egy vagy két ember, aki ezt megtartja, akkor rámutatunk, hogy persze ő megizé, nem tudja, hogy a magyarságnak, stb. Ja, igen, ezt végigjátszották a lengyelek, a románok, a horvátok, csak az mondjuk Horvátországban kiment egy ilyen levés, mindenki megemelte az árat egységesre, itthon várom ezt a pillanatot, de mondom, nem tőlem függ, tehát eléget dolgoztam már ezen, hogy ez ne érintsen meg engem úgy, hogy régen. Az én munkám az, hogy a magánvéleményemet és a tétás szemléletemet összehozzam, tehát ha megkérdezel engem az ajtón kívül, ugyanezt fogom mondani. Tehát én nem jó pofizok sehol, hanem ha ideges vagyok, ideges vagyok, aztán utána kidolgozom magamból, hogyha meg nem érint, mert már kidolgoztam, akkor azt mondom, aha, figyelj, ez a helyzet, látom, ahogy a Vajana is elmondta, meg a rengeteg tapasztalat a lengyel képviselőtől kezdve, vagyis nem is biztos, hogy a képviselő a hölgy, aki ugyanezt végigjátszotta, amit itthon az árakkal. Tehát nagyon sok emberrel beszéltem, de tehát meg kell érteni, hogy amíg a pénzt használjuk mutogatni arra, hogy ezt te tetted velem, addig áldozata vagyunk. Tehát hol adom el az energiámat, hol adom el az erőmet annak, hogy pénzről beszéljünk, tudod, mennyit irritált engem? Ugyanez az előbb jöttél a női példával. Igen, engem érintett ez a női kérdés, amit az előbb hoztál, és ugyanez a pénzt, tudod, irritált, hogy engem úgy látnak itthon, hogy én egy Ausztráliában élő milliomos vagyok. Tehát mi összekukázott. Tudom, amikor kimegy valaki külföldre pénz nélkül, akkor nagyon sokszor a kölcsön kapott matracokon alszik, bőröndből él. Tehát ez nagyon jó volt, hogy engem itt az Ausztrál milliomosnak látnak, de arra gondoltam, hogy bárcsak a fele az lenne igaz, amit rólam terjesztenek. Na, nekül látod magad ilyen hitrendszerre. Igen, töröl. Csak mondom, hogy annyiféle információt lehet hallani. Én azt mondom, amit te is mondtál ezelőtt, tudod, hogy hova, kivel érzem ezt a közös hullámhosszot, oda kerüljek, aztán, hogyha úgy érzem, hogy tovább tudok lépni, akkor ne korlátozzam magam, és az alaptanfolyamon ezért szoktam azonnal azokat a hitrendszereket mindenkinek, aki engedi, elengedni, hogy tudod, hogy nem lehetek több, mint a mesterem, a gurum, a tanárom, nem lehetek több, vagy ugyanazt az életet kell élnem, mint a mesterem, tanárom, gurum. Ha nálam valaki tanul, akkor az a nem léphetek túl a Szilvi, mit tudom én, tanításain, de mindenki legyen az életében saját mestere. Köszi, nem én vagyok senkinek a mestere, én átadom az információkat, és én az életemben saját mestere vagyok az életemnek. És ha valami nem tetszik, amíg én ott álltam 2000 forinttal, és közben mindenki milliómosnak gondolt engem pár évvel ezelőtt, akkor rettenetesen irritált ez, és addig ültem otthon 2 hétig, amíg a pénzzel kapcsolatos hitrendszeremet ki nem szedtem, érted? Minden, de egyébként nem csak Theta Healinget használtam, hanem ami jött, minden. Ez a következő beszélgetésünk tárgya lesz, hogy a Theta Healinget milyen más energetikai módszerekkel lehet kiegészíteni, nagyon jó téma. Egy kérdésem van, hogy Vajanához ragaszkodik-e, hogy minden Theta Healing oktató az ő általa előírt tanítási anyagokat, tehát hogyha én beülnék hozzád egy D3-asra, meg máshoz, akkor elvileg ugyanazt kell kapnom. Megmondom, miért merem megkérdezni, mert annak kapcsán, hogy mit beszélgettem, nagyon sok ismerősöm hozzád eljutott, és más helyekre is eljutotta, és akkor leülök velük beszélgetni, az egyiknél végigzokogják az egészet, a másiknál 2 nap alatt egy ásást csinálnál, a harmadik alatt egybe lezavarják az egészet, és amiket információkat hallok, az nem ugyanaz, mint amit én esetleg tőled hallottam. Igen, hát ez így nehéz, mert hiszen, vagyis mégsem nehéz, de nem kell te utadat követni, nem, az előbb nem kell az én utamat, hanem mindenki a saját megértésé keresztül ad át mindenféle információt. Tehát ha most ott ülnénk Vajanának a tanfolyamán, te is és én is, megértünk valamit, ugye nem ugyanazt, de hát halljuk a szavait, de mégsem ugyanazt értjük. Tehát például Vajannál mondok valamit, nem franchise-ban dolgozik, és nem akkreditált a Theta Healing. Viszont azt mondja, hogy ő nem vizsgáztat, mert a teremtő a vizsgáztató, majd az élet vizsgáztat. Nem, ő neki nem kell osztályozni senkit. Tehát ebből a szempontból vannak pillanatok, amikor azt gondoltam, és mondom, hogy nagyon sokat dolgoztam, tehát nem a pénzen, mert a pénz az egy nyomógomb. Tényleg nagyon jó nyomógomb arra, hogy kihozzuk az önbecsülési problémánkat, a csomó-csomó hitrendszert, a szegénység, gazdagság, bőség, akármilyen lisztérzékenység, csoport, tudatosságtól kezdve mindenen. Órákat lehetne erről beszélni, de tehát mindenkinek más a megértése, és például ő azt mondja, hogy ajánlott árak vannak, tehát te
mondjuk mondhatod azt nekem, mint ahogy hallottam is, hogy nincs egy szerződés beleírva. Ezért nem tartjuk. Tudod, nekem fontosabb az, hogy vajon a szemtől szembe azt mondta, hogy Szilvi, ez az árunk, légy szíves, tarts be. Nekem ez fontosabb, mint hogy egy papíron le lenne írva ügyvédek által. Mert én tiszteletben tartom. Igaz, hogy évekig súlykolta belénk a tanárunk, hogy tarts tiszteletben vajonát, tarts tiszteletben a technikát, tarts tiszteletben magadat, és tarts tiszteletben mindenkit, aki eljön hozzád, hogy megkapja a legmagasabb integritásból mindazt, ami a végtelen térből megkapható a számára, amire készen áll. És azok, amik készen állnak, az folyamatosan változtatja az illetőnek és az én világomat is, és gyakorlatilag olyan, mondtam már, hogy kapuk nyílnak ki, de igazából világok nyílnak ki. Tehát ma még el se tudod képzelni, és holnap már annak a sokszorosa megtörténik, ha eleüsztétezni. És igen, ugyanaz a tananyag. Mindenkinek ugyanabból a tananyagból kell tanulni. Sajnálatos, hogy még mindig nincsen magyar weboldalunk, de tetailing.com-on mindent meg lehet találni angolul, németül, olaszul, oroszul, héberül, spanyolul, szerintem rengeteg nyelven. Tetailing.hu még nincs meg? Tetailinghungary.com lesz, de még nincsen magyarul, még mindig. Ki csinálja majd? Az lenne az én feladatom, hogyha megkapnám a domain nevet. Ja. Egyébként igazából a szerzőjogvédelmeket most már föltesszük, nem sokára le van fordítva magyarul, a Bayern ennek az összes védjegyre vonatkozó írása. Következő. Onnan indultunk el, hogy az ember a saját maga korlátai miatt korlátot szab annak, hogy a Theta Healingbe mekkora lépéseket tud tenni. Innen indultunk el. Igen. Oda jutottunk el, hogy maga a Theta Healing konzulens, aki azért van velem szemben, hogy engem a Theta Healing világába bevezessem, hogyha ő bekorlátozza magát esetleg, mert ő is emberből van, és még nincs teljesen kitisztítva, akkor nekem ugyanúgy csak egy korlátozott segítséget tud adni. És ahhoz, hogy ez az egész Theta Healing mozgalom, nem jó szóra a mozgalom, ez az egész Theta Healing tér azért lefedje ezt a gyönyörű országot, azért nem baj, hogy ezt kimerjük jelenteni, az viszont az kell, hogy mindenki, aki ehhez hozzányúl, a legtisztább és a legszélesebb szeretet energiában éljen és dolgozzon. Tehát azért feszegettem ezt az egész kérdést, és ez a pénz egy kicsi szegmense volt ennek a dolognak. Igen, no, tényleg nagyon sok mindent lehetne erről beszélni, és ezek csak kiragadott példák. Aha. És kiragadott dolgok, valóban igazad van. A konzulens oldalról nagyon fontos az önmunka, a félreállni saját magunktól, és megengedni ezt a végtelen teret működtetni, és ennek a tanulja lenni. A kliens számára meg a hajlandóság, felelősségvállalása is akarjon változtatni, és higgyen abban, hogy változik, és akkor tényleg elképzelhetetlen, de megtétázom a cipőmettől, a villanyórában nincs benne a félelem, ahányszor ránézek, hogy nem fogom tudni kifizetni a villanyszámlát, odáig, hogy a nőiességemmel rendben tudok lenni, tehát az élet minden területén, dolgozunk összhajszálon, fognövesztésen, tehát nekem, aki azt mondja tétakonzulensként, hogy viccelsz, fogakat lehet növeszteni, mekkora hülyeség, én azt mondom, ha én lennék ki a helyzetben, vagy ezt kimerem mondani a számon, akkor addig ülnék, és nem állnék föl, amíg ki nem dolgozom azokat a hitrendszerémet, hogy tétásként ezt mondom. De mondom, az én olvasatomban nem attól leszek hiteles, hogy én mit tudom, hány éve tétázok, és én vagyok a legjobb, mert az én életemben majd én a legjobb leszek, más életében, hogy legyen más a legjobb. Hanem attól, hogy a saját véleményem és az, amit képviselek, az egyre inkább egy. Mert vannak, mondom, pillanatok, amikor beidegesedek, én is, meg miért ne idegesednék be. Viszont tisztában vagyok azzal, hogy ennek milyen következményei lehetnek, vagy vannak, energetikailag hogy hat rám, és képes vagyok azonnal lecserélni, és ez szerintem nagyon jó. Tehát az önmagunknak való hazugság, ahonnan elindultunk, és az őszintének lenni, a téta segítségével, a feltétel nélküli szeretetben egyre inkább képesek vagyunk megengedni magunknak, hogy észrevegyük a kisebb szempontokat, mindenkinek az igazságát, vagy hazugságát, mindegy, hogy nevezzük, tehát mindenkinek a szemléletét, szempontjait, és meglátni, hogy van egy legmagasabb verzió, és megengedni, hogy mindenki idézőjelben oda rezegjen, ahova akar, és hogyha mondjuk van gipsz, XY, elnézést, XY, meg VZZ, tanárok, vagy instruktorok, meg konzulensek, akkor figyelj, úgyis végülis ár ide vagy oda, ez nagyon jó, az a pénzkérdés, mondom, takarítani a hitrendszereket, de ár ide vagy oda, úgyis az fog oda menni, aki oda rezeg. És nekünk meg el kell tudni dönteni mindenkinek a saját életében, hogy milyen rezgéseket akarok beengedni, vagyis milyen energia minőségeket szeretnék látni az életemben, és arra rágyúrni, hogy azok jöjjenek meg, és kikukázni, amire nincs szükségem, beengedni, amire szükségem van. Köszönöm szépen, ez egy gyönyörű zárszó volt itt az adás végén, de tényleg ugye óriási nagy témákat érintünk, tehát valahogy gombot kellene varni, ugye kedves nézés. Nem könnyű. Ezek nem könnyű dolgok, és a következő beszélgetésünknél két témát fogunk érinteni. Az egyik az, amikor te vagy a magad konzulense, tehát önmagadba ásol, hogy ez hogy kell megélni ott, milyen
energiákat, milyen érzéseket használunk, illetve hogy milyen módon lehet társ energia gyógymódokkal esetleg kiegészíteni, vagy jó. Beférnek, vagy nem kellenek. Tehát ez egy nagyon jó kis kérdés lenne. Jó? Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Önök VNTV-t láttak ezen belül is, az ezoterefere adássorozatunkat. Korábbi adásainkat a www.vntv.hu vagy a YouTube megosztó portjáin láthatjátok. Viszontlátásra.